Kommandósok vitték el azt a fideszes politikust, aki a gyanú szerint vállalkozóktól próbált jogellenesen pénzt szerezni. A nő a Szolnok megyei közgyűlés tagja és közeli munkatársa a fideszes országgyűlési képviselő Boldog Istvánnak. A fővárosi törvényszék egy hónapra elrendelte a gyanúsított F. Petra letartóztatását. Jöttek a rendőrök, de úgy, hogy most konkrétan, hogy kit kerestek, vagy mi volt, nem tudok róla más mondani. Híradónk információi szerint november végén itt Mádon tartózkodott F. Petra, a Szolnok megyei közgyűlés fideszes tagja, amikor elrendelték a letartóztatását hivatali vesztegetés elfogadása miatt. A nő más bűncselekmények miatt is gyanúsított lett. A gyanú szerint F. Petra közbeszerzéseken nyertes vállalkozóktól próbált pénzt szerezni. A nő egyébként közeli munkatársa a fideszes országgyűlési képviselőnek Boldog Istvánnak. Az asszisztense és a kampányfőnöke is volt már. A gyanúsított ügyvédjét telefonon értem el. Gyanúsítás ellen panaszt jelentettem be, mivel az véleményem szerint több okból megalapozatlan. A letartóztatást is indokoltnak tartom, de nem csak én, hanem a bíróság sem értett mindenben egyet az ügyészséggel. Ez az oka annak, hogy a bíróság döntése ellen az ügyészség és a védelem is fellebbezett. A döntés tehát még nem végleges, másodfokon fogja elbírálni a törvényszék. Ezeken túl azonban az ügyvéd úgy véli, hogy a részéről a történtek pontos feltárása zajlik. Korai lenne bármilyen ennél konkrétabb vélemény. Egy újabb fideszes korrupciós ügy, amelyben egy újabb fideszes országgyűlési képviselő érintett, vagy lehet érintett. Ezért abban bízunk, hogy az ügyészség ezt nem fogja elsikálni. Számos helyen lehetne még nyomozni a hivataloknak, az ügyészségnek, a vádhatóságnak. Megkerestem a Fidesz frakció sajtóosztályát is, írásban válaszoltak. Azt írták, hogy a törvényeket mindenkinek be kell tartani, ezért helyes, hogy a hatóságok teszik a dolgukat. Az ügyben országgyűlési képviselő nem érintett, ezért mindez a frakciót nem érinti. A fővárosi törvényszék megkeresésemre azt válaszolta, hogy a szökés, elrejtőzés, illetve a bizonyítási eljárás megnehezítésének veszélye miatt egy hónapra elrendelte a gyanúsított F. Petra letartóztatását. Illetve azt is mondták, hogy a rendelkezésre álló adatok szerint megalapozottan gyanúsítható azzal, hogy több településfejlesztési operatív programmal kapcsolatos pályázatot is irányított, illetve jogellenesen befolyásolt. Az ATV híradóját Török Réka tudósította.